Kormányhivatal még év elején felkereste az intézményeket, hogy felmérje, hány fő igényli a koronavírus elleni vakcinát. Az adatok véglegesítését követően január végén kezdték meg az oltások beadását. Az oltás az január 30-án történt meg, beoltotta az oltócsoport az intézményben a lakókat, dolgozókat, akik igényelték a koronavírus elleni vakcinát. Összes ellátotti létszámunk az 38 fő, ebből igényelte a vakcinát 28 fő. Ez 74%-os beoltottsági szintnek felel meg. Dolgozók közül 34 a dolgozói létszámunk, ebből 20 dolgozó kérte a vakcinát, ez 60%-os beoltottsági szintnek felel meg, de közvetlenül a betegellátásban dolgozók, 13 fő, ebből 11 kérte a vakcinát, ez viszont 85%-os aránynak felel meg. A Sárkány József utcai idősek otthonában is magas százalékban igényelték a bentlakók és a dolgozók a vakcinát. Az ellátottaknak a háromnegyed része élt ezzel, a kollégáimnak, hiszen őket is oltották, velem együtt, természetesen, mint intézményvezető, a kollégáimnak pedig a fele kérte az oltást. Az önkormányzat fenntartásába tartozó idős otthonban a bentlakók és dolgozók január 30-án kapták meg az első oltást. A második vakcina beadása 3 hét múlva lesz. A vakcina igénylése önkéntes alapon történt, amelyet a hozzátartozókkal is egyeztettek. Akik gondnokság alatt vannak, megkerestük a gondnokokat, és a gondnokok nyilatkoztak a nevükben, illetve hát van pár olyan lakónk is, akik helyett pedig a családtagjaik, illetve a családtagokkal megkonzultálták az idősek, hogy hogyan legyen. A megyében az elsők közt kapták meg a Kiskörösi Baptista Szeretetházban élő idősek a vírus elleni oltást még január közepén. Moderna védőoltást kaptunk. Azért kaptuk mi ilyen korán, korábban, mint az átlagos intézmények, mert hogy az intézmény 100 fő feletti lakólétszámmal rendelkezik. Szinte a megyébe a Modernát azt hiszem mi kaptuk meg, vagy az első körben az intézményünk kapta meg a Philadelphia idősek otthonát. Az otthonokban élők és a dolgozók is magas arányban igényelték az oltást. 115 lakóból 10 lakó egészségügyi okok miatt nem kaphatta meg a vakcinát, és 102 lakót oltottak be, akik február 13-án már a második vakcinát is megkapják, így teljes védettséget fognak szerezni. 13-a után még körülbelül 1-2 hét a védettségnek a teljes kialakulásának az időpontja, és bízom benne, hogy utána mind a látogatók, mind egyéb módon elindulhat egy pici nyitás, mert hogy most újra be kellett zárnunk az intézmény, sajnos a harmadik hullám bennünket idő előtt elért, jelen pillanatban is van néhány lakó, aki még pozitív karanténban van, dolgozók közül is néhányan beleestek újra ebbe a körbe. Úgyhogy nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy minél hamarabb a lakók és a dolgozók átoltottsága lehető legmagasabb százalékú legyen. A vakcina igénylése önkéntes alapon történt, a lakók mindhárom intézményben a családtagjaikkal is konzultáltak az oltás fontosságáról. Nagyon sokat segítettek a hozzátartozók. Volt 10 lakónk, aki még 1-2 nappal az oltás előtt is nagyon bizonytalan volt. Mindenkinek felhívtuk a hozzátartozóját, és megkértük, hogy ha jónak látja, beszélje meg a hozzátartozóval, és hát talán a 10-ből 8-9 az, aki utána azt mondta, hogy én kérem, és meggyőzött a család, mert lehet, hogy akkor majd elmehetek 1 hónap múlva, 2 hónap múlva, meglátogathatom őket, és kivihetnek majd, és elmehetünk egy étterembe, és ez azért óriási befolyás volt ebbe a dologba. Én problémásnak tartom a nagyon-nagyon sok rossz és álhírt, ami a terjeng az interneten. Katasztrófa, hogy még szakemberek is, vagy magukat szakemberek gondolok, olyan híreket osztanak meg a védőoltással kapcsolatban, ami nagyon jó néhányakat eltántorított a védőoltástól, így azért volt néhány dolgozónk is, aki azt mondta, hogy nem kéri. Mostanára bízom benne, hogy meggyőzték magukat, hogy szükség van erre a védőoltásra. Az idős otthonok lakói és a dolgozók is bíznak abban, hogy a vírust az oltásnak köszönhetően a falakon kívül tudják tartani, és hamarosan enyhítenek a korlátozó intézkedéseken is, hiszen a lakók, bár megértőek, nehezen viselik a jelenlegi helyzetet.
Nagyon nehéz. Mindenkinek hiányzik a családja. Szerencsére volt egy olyan lehetőség, hogy karácsony előtt külön engedélyt kaptunk az ANTS-től, hogy lehessen látogatónapot tartani. Ezt meg is tartottuk. Nagyon nagy öröm volt mind a lakóknak, mind a hozzátartozóknak egyaránt, de ez túl kevés. Tehát ez azért nagyon hosszú időre el vannak zárva, és ezt nehezen élik meg. Tehát mindenkinek hiányzik a családja.